Na szevasztok, srácok, Csipi vagyok és ebben a rövid kis videóban elkezdjük begyűjteni ugye heti feladatos uh, TOTS játékosokat Ugye most ezen a héten nem kaptunk uh, SWAP játékos, hiszen még ki az új SWAP uh, sbc k Szerintem hétfőn kapjuk őket, vagy ma, nem tudom De esetre most csak tots illetve olyan heti feladatok voltak javarészt, amik ugye valahogy kapcsolódnak a BL döntőhöz Úgyhogy elkészültem nagyon hamar az összessel, úgyhogy uh, nem is tudom, melyik -e. kezdjük. Kezdjük öngyük ezzel a tot Stuanival. Ugye 20 gólt kell uh, La Liga Santanderes, tehát spanyol egyes játékossal uh, adni. Squad lesz be, ugye world class, tehát világklassz is nehézségi szinten. Hát ez nagyon egyszerű, szerintem uh, nem is tudom nem fogom megmutatni ezt a csapatot, vagy megmutatni, nem is, már nincs már az a csapat szerintem mert ugye az volt, hogy a normál csapatunkat használtuk ehhez és akkor itt ezt az öt játékos itt elől ezt ugye lecseréltem a legjobb spanyol ligás játékosaimra és akkor nagyon egyszerű volt uh, meglőni velük, hát mégis megadni a gólt, de ugye meg is kellett lőni a gólt, tehát nagyon egyszerű volt azt a 20 meglőni, de egyébként rengeteg spanyol ligás speciális játékosunk van, szóval nem volt olyan túl nehéz. Általában Koka jött be Kamba, ugye a közép, Gamiro volt a más egyik csatár, ugye a középre bejöttek ezek a középpályások, ugye a Vasz is bejött, meg a csak most nem tudom, hogy hol a Kroosz, Ja, itt van, igen, a Cross, és akkor ugye az egyik csatár az Gamero volt, a másik meg általában a Dumbia volt, és akkor így nagyon könnyű volt meglőni ezt a 20 gólt, és ugye a 20-hoz ugye járt a 20 uh, golpassz is. De ja, akkor vegyük át ezt a Tot Stuanit, tehát a srácok world class nehézségi szinten 20 gólpassz, La Liga santander játékossal. Egyébként a gólt nem muszáj azzal lőni, tehát ha van ronaldo belakjátok a Ronaldot, vagy a legjobb és akkor annak adogatjátok a gólpasszokat. Három csillag, 4 csillag, hát ez a három csillag, ez picit gyenge. Ilyen magas, 6,1 lel magas, elég magas. Lehetne kicsit gyorsabb, de jó helyezkedik, jó a befejezés, jó a... Shot power, kicsit lehet, hogy tényleg gyorsabb, reakció 95, ez jó, bal control 90, Dribling 92, kompozor 91, ez teljesen rendben van. 99 a fejelése, és ugye fizikálisan is tök jó, a 93, de majdnem minden értéke 9. et hát, jumping ugye 95, a strength meg az agresszió, az meg ugye majdnem 90-es értéken van, short pass 89, amúgy ez egy nem rossz tot, egy a statok alapján szerintem, úgyhogy azért megérte ezt a 20 gólpassz szerintem meglőni csináljátok meg, mert nagyon könnyű, és egész jó, és ugye nagy ligás, tehát be lehet építeni ráligás csapatba. Máshol elég nehéz, ugye, mert urugvái, de még ikonokkal be lehet építeni. Ez nem egy rossz kockártya szerintem, és még ugye fizikás és rendben van, labdavezetés is jó, sőt, a shot is jó, tehát a lövés, egy katalisztal, meg ugye a paszt, meg a pénzt följebb lehet majd nyomni és küldöm is be a klubba, srácok, és akkor az első weekly objectives-es, tehát heti feladatos torcot átvettük, és ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor dob rá egy lájkot, like csipi voltam, szevasztok!